országszerte 77 kórházat újítottunk meg az elmúlt időszakban, és 54 rendelőintézetet, és köztük Nyíregyházát, hiszen nekünk ez nagyon-nagyon fontos, hogy a nyíregyházi lakosokra tudjunk vigyázni, az egészségükre és az egészség megőrzésükre. Itt ugye a prevenció is megmutatkozik ebben a rendelőintézetben, nem csak a gyerekek járhatnak, hanem tényleg a lakosok is igénybe vehetik a szolgáltatásukat. Ezekkel az adatokkal kezdte Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, a nyíregyházi városi rendelőintézet átadását péntek délelőtt. A beruházás a nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése című projekt keretében valósulhatott meg 68,3%-os Európai Uniós támogatással. Mondhatjuk, hogy kívülbelül teljesen megújult a kis STK. Ez a fejlesztés 183 millió forintba került, ami az 58 milliót a város saját erővel biztosított, a többit pályázaton nyertünk, és ugye ennek keretében teljesen megújultak a rendelők, ugye itt 12 orvosi rendelő van, itt működik az alapellátási igazgatásunk, 4 védőnő dolgozik itt, és itt van a sportorvosi rendelő is. Azért fontos ezt mondani, mert csak a fogászatra több mint 16 ezer ember jön egy évben, a sportorvosi rendelésre, ahogy a doktor úr most mondta, ez évben a 10 000-et át fogja lépni, tehát nagyon sokan jönnek ide, és hát amellett a 12 praxisnak a betegforgalma is több 10 000 per év, úgyhogy nagyon fontos volt emiatt is, meg amiatt is, ahogy kinézett ez az épület. A felújítások ideje alatt a betegellátás zavartalan volt, emelték ki az átadáson. A kis STK-ban belső átalakításokat is végeztek, nem csak a külseje újult meg, a parkolója is. Az épület tetejére napkollektor került, ami nagyon fontos, hogy minden rendelünk, hál' Istennek, ugye klimatizált, ugye ez fontos lesz az áramellátásból. A nyilázzáló kísérelésre kerültek, a padló burkolat minden rendelőben megújult, a új elektromos hálózat került kialakításra, új telefonszámot kapott mindenki, tehát saját telefonnal rendelkezünk, ez fontos, mert eddig mindig a kórházon keresztül kapcsoltak, internetszolgáltatás lett bevezetve, és hát gyakorlatilag minden más, ami a mindennapi kényelmet szolgálja a lakosság részéről, tehát a váróterme padokat lecseréltük. Én azt gondolom, hogy teljesen 21. századi rendelő lett. Ezen kívül pedig megrendeltek egy 21 millió forintos fogászati digitális röntgent is, amely várhatóan a következő hónapban érkezik meg.